Nagy szeretettel üdvözöllek ismét, Bilba Kárpád vagyok. Na, akkor ez a második videó, amit most így akkor az oktatás sorozatba ugye elindítottam. Az első videóban ugye felvázoltam így az elméleti részt, hogy miből is áll ez az egész ügyfélszerzés és üzletépítés itt online. És akkor ott láttátok, hogy ugye van egy személyes weboldalunk, egy ilyen blogrendszer, amire mi a Kalatú rendszert használjuk, és hát nagyon, nagyon jól működik. És akkor most egy kicsit a technikai részbe foglak bevezetni benneteket, és abba, ami a, hát mondhatni a legeslegfontosabb itt az üzletépítésben, ez nem más, mint a posztolás. Ugye a posztolás az annyit jelent, hogy ugye minden nap valamilyen információt küldünk ki a Facebookra, és akkor igyekszünk ezáltal látogatókat, forgalmat generálni a weboldalra, és hát ugye a weboldalon már mi fogjuk irányítani a forgalmat, hogy mit nézzenek meg a látogatók, és a hírlevelek segítségével, meg a weboldalon lévő információ segítségével igyekszünk annyira letájékoztatni a látogatót, hogy tudjon hozni egy döntést, akár nem, vagy akár igen. És hogyha úgy dönt, hogy igen, szeretne hozzád csatlakozni, regisztrálni, akkor ott lesznek, ott kell, hogy legyenek elérhető, megláthatóan a regisztrációs linkek, tehát hogyan tud hozzád beregisztrálni a Kairosz üzletedbe, annélkül, hogy te ott lennél és fognád az ő kezét. Akkor kezdjük nagyon-nagyon az alapoktól. Megosztom a képernyőt ismét. Na, és hát én ugye itt az Opera rendszert használom, vagyis az Opera böngészőt, én azt megszoktam, most megszerettem, nagyon jól működik, és hát itt nekem el is vannak mentve azok az oldalak, a legfontosabb oldalak, amiket ugye leggyakrabban használok, meg még sok más oldal, csoportok, ezek ilyen könyvjelzők itt az Operánál, tehát hogy akkor nagyon gyorsan megtaláljam mindazt, amire szükségem van. Na, tehát ugye, akkor azzal is kezdjük, hogy a Kalatú blog oldalt nyitjuk meg, és belépünk az oldal szerkesztő felületére. Most az én saját oldalamba fogok belépni. Mindjárt betört a gép. Igen. A levélben megtaláljátok, odalaktam ezt a Kalatú, de home.kalatublog.com, tehát ugye itt kell belépni. És itt van ez a login, tehát hogy megnyitottad ezt az oldalt, akkor itt a loginra kattintva. Hát nekem megjegyezte itt az ID számomat, tehát a Kalatú ID számomat, meg a jelszavamat, és hogy akkor én itt egyből loginra megyek. És akkor bent is vagyok itt a dashboard, tehát ez a szerkesztő felületbe. Most itt első alkalommal nem kell neked mindent tudnod, de azt tud, hogyha ugye, hogyha hozzám csatlakoztál személyesen, akkor én neked a weboldalatnak az alapjait megcsináltam. Tehát, hogyha most ide rákattintok, hogy visit site, akkor megnézzük az én weboldalamat, hogy néz ki kívülről, tehát hogyan látja ugye egy látogató ezt a weboldalt, hogyha megkapja ezt a linket. Itt van egy felugrók, ezt nem biztos, hogy tettem a tietekre, ez majd idővel megtanulod, hogy mi ez, meg hogy kell használni, ha akarsz, tehetsz, de most egyelőre nem az a legfontosabb. Hát ugye így néz ki az én weboldalam. A menük itten hasonlóak a te oldaladon is, tehát ugyanez szerint, a modell szerint építettem fel a te oldaladat, lehet, hogy a színek egy picit más, vagy más képek jelennek itt meg, de azt hiszem még a fejlécet is lehet ugyanazt tettem. Hogyha itt lefele jövünk, akkor ugye itt, amik megjelennek, például ez a tegnapi bejegyzésem, ugye február 8, ma február 9-e van, ilyen hét induló gondolatok. Hát én nagyon szeretek ilyen rövid kis videókat csinálni, vagy ezt is meg fogod tanulni, nem ebbe a videóban, hanem erre külön oktató videó lesz, hogy hogyan csinálj magadról
videófilmeket, vagy akár a munkatársaiddal. És itt ugye majdnem minden nap én beteszek egy-egy ilyen kis filmet, egy kis leírással, ezek a posztok, na ezt kell neked is megtanulni. Jobb oldalt, hogyha látod, elég sok ilyen elkapó banner van, ezeket is majd idővel fel tudod itt építeni, minimum egy neked is van. Tehát egy ilyen elkapó bannernek az a lényege, ha az ember rákattint ide, akkor feliratkozik a hírleveleimre. Tehát keresd pénzt a laptopoddal, kattints ide a részletekért, ott volt ugye Bilibo Kárpát, tehát itt megadja a nevét és e-mail címét, és akkor feliratkozott a hírleveleimre, és akkor abban a pillanatban a hírlevelek elkezdenek menni neki kifelé, és ugye letájékoztatják őt. Na, hát ez is megvan neked, sőt a fejléc is úgy van beállítva, hogyha fejlécre kattint, ugyanúgy fel tud iratkozni, mert itt van a fejlécnél is ugye ez a szöveg. Ez a szöveg tulajdonképpen egy kép, tehát bárhova kattint, ugyanúgy a hírlevél feliratkozóra viszi. Tehát ez egy elkapó banner, sőt az oldal alján is van egy ilyen elrejtve, ez a te oldaladon is megvan. Ugye hát elég hosszú ugye itt ez az én oldalam már, tehát hogyha itt is az alján rákattint erre a laptopra, akkor ugyanúgy a feliratkozó oldalra fog kerülni. Na jó, tehát így néz ki ugye kívülről a weboldal. Tehát ilyen is ilyen, hasonló, természetesen még kevesebb információ van, de a lényeg azok itt megvannak a tieden is. Meg is mutatom akkor, hogy ez a mi is ez, ez tulajdonképpen egy értékesítési csatorna. Én ezt használom a legtöbbet. Ugye ez az az információ, amit ugye elsőre meg kell adni az embereknek, hogy tényleg tudják meg, hogy mi is ez, miről van szó. Tehát nem véletlenül ez a cím ennek a menünek. És hát ugye itt megint csak egy kis videóval kezdődik, ahol én mondom el, hogy én első ránézésre mit hittem erről. És én itt elmondom őszintén, hogy tényleg azt hittem egy átverés. És akkor nézd meg a filmbe, hogy miért gondoltam ezt így. És akkor ugye még itt lefelé, hogyha megnézi a filmet, és akkor még többet szeretne megtudni. Itt egy ilyen rövid kis 2 perces film van, ahol ugye kap egy ilyen rövid ilyen kis rajzfilmes filmecske, ami hát röviden egyszerűen bemutatja, hogy mi ez a rendszer. Akkor itt van egy videó, ahol a cégnek a marketing igazgatója, ott akár mutatja be röviden, ez se hosszú videó, ez is ilyen 20 perces körülbelül, és hogyha az ember rákattint, akkor itt már ugye elindul, itt van 19 perc, és akkor itt meg tudja nézni ezt a videót. És akkor itt meghívom egy webináriumra, tehát hogyha már idáig eljutottál, akkor mármint ugye annyira érdekli az illetőt, hogy így akkor megy lefelé, több és több információt kap, de itt akkor figyelmébe ajánlom, hogy minden kedden csütörtökön van egy ilyen élő, zárt körű webinárium, és ide nem teszem ki a linket, tehát ezt nem ajánlják a vezetőink, hanem itt van, hogy kattints ide, vagy a lenti linkre, ha szeretnél részt venni valamelyik webkonferencián. És akkor rákattint, akkor megint csak feliratkozik, megint ugye itt van, szeretnék részt venni a webináriumon. Itt már van egy háttérkép, hogy ugye mennyi pénzt kereshet a számítógép tárhelyével, és ha erre is rákattint, akkor itt, ha megadja a nevét, e-mail címét, akkor küldje már csak a webináriumnak a linkjét. Tehát ezzel is viszont bekerült az én listámra, tehát ezzel is listát építek. Na, ennyit erről. De hát ez is megvan, vagy ha minden még nincs is meg, de az újaknak már ez szerint, a modell szerint fogom az én személyes csatlakozóimnak felépíteni a weboldalát. De ezeket az információkat mind betesszük. Egy másik videó, hogy nézd meg, mit mondanak a csapattársaim, hogy látják ők. A Vili meg a Gyula beszélnek, tehát ez egy ilyen, azt hiszem, reggeli meetingből van. Akkor ide beraktam egy még egy részletesebb tájékoztatót, sőt nem is olyan részletes, ez az első budapesti konferenciáról van, szintén csak a Kairosz bemutatója élőben, ugye ezen én is ott voltam, és már itt megjelenik az, hogy ingyenes regisztráció.
Tehát nézd meg az alábbi videókat is, ha ez még mindig nem volt neki elég, akkor még nézelődhet itt kedvére. Van, aki olyan, hogy mindent végignéz, de van, akinek mondjuk ennyi információ bőven elég volt, és akkor ő, itt van ugye első lépésként regisztrál ingyenesen itt, rákattint erre a regisztrációs linkre, és ez már nem a hírlevelekre fogja feliratkoztatni, hanem ez már direkt az én Kairosos csapatomba. Tehát, ha itt feliratkozik, megadja e-mail címét, jelszót generál, nevét, következő oldalon meg telefonszámot, azt hiszem címet kér el, meg ki kell választani az országot, és feliratkozott ide, akkor én abban a pillanatban látni fogom a webirodába, de a Kairos, maga ugye az ügyfélszolgálat, nekem abban a pillanatban fog küldeni egy e-mailt is, hogy figyelj, feliratkoztak a webirodára, ja, és itt már ugye megadja a telefonszámát is, és itt már akkor fel lehet venni vele a kapcsolatot. Hát van úgy, hogy külföldről iratkoznak fel, és ugye hát telefonon akkor nem biztos, hogy felhívom az illetőt, akkor, de akkor is írok neki személyesen egy levelet, hogy feliratkoztál a Kairos webirodámba, és akkor kinek valamilyen elérhetőséget, Skype, Viber, Facebook, vagy bármi, ahol tudnánk akkor online kommunikálni, sőt, akkor betehetem még őt is, mert az e-mail címét is megadja, betehetem a hírlevelek közé, vagy a hírlevél feliratkozóim közé, hogy akkor ő is még kap a hírlevelekben még egy plusz tájékoztatót. Ugye ez még nem egy végleges döntés, hogyha ide feliratkozott, ez egy ilyen ingyenes regisztráció, semmi elkötelezettséggel nem jár. Ugye a döntés az ott születik, amikor valamilyen csomaggal elindul az üzletbe, tehát bérbe adja a számítógépének tárhelyének egy részét. Na, tehát akkor ezt is bezárjuk. Ez megint ugye felugrott ide, kikapcsoljuk. Na, tehát itt meg ugye tovább olvashat, de többször megjelenik ez az ingyenes regisztráció, itt is megjelenik még az ingyenes regisztráció, akkor cégről írok még itt, hogyha ugye jön le. Tehát ez az oldal, ez a menü, vagyis ez, amit most így végigmegyek, ez egy értékesítési csatorna. Sőt, itt a végén még azt is felajánlom neki, és ezt tényleg tartom is, hogy ugye van itt egy ilyen ügyfélszerző rendszer, maga a Kalatú, és hogyha úgy döntesz, hogy az én csapatomba csatlakozol, akkor ingyen felépítem neked az automata ügyfélszerző rendszeredet, és ezt meg is teszem. És akkor itt ugye, ha erre kattint, akkor erről is van nekem egy külön oldal, hogy mi is ez a Kalatú, akkor ugye átviszi arra az oldalra, és akkor többet meg tud magáról erről a Kalatú rendszerről. Jó, mindegy, most ebben nem megyünk bele, tehát itt arról írok, akinek van Kalatúja, egy ilyen menüt is tudunk csinálni. Sőt, még itt is, még mindig feliratkozhat itt is a hírlevelekre. Tehát, hogyha eddig nem döntött, akkor itt ugye valamilyen döntést tud kicsikarni. Na, akkor menjünk vissza a szerkesztő felületre. Tehát ugye itt szerkesztem én a weboldalat, itt vannak a különböző posztok, page-ek. Tehát amit itt kint látsz, itt ebben a menüsorban, hogy mi is ez, itt kezd el webináriumok, marketing, az itt a szerkesztő felületen, itt a pages, tehát oldalak menüsorba található, és hogyha rámegyek ide, hogy all pages, akkor itt ugyanúgy megtalálhatók azok az oldalak. Itt több is van, azért van több, mert lehet rejtett oldalt is csinálni, az egy más képzés témája lesz, hogy mi ez a rejtett oldal, meg azt ugye hogyan kell csinálni. De például itt van ez a mi is ez oldal. Ha megnyitom ezt a mi is ez oldalt, amit pont az előbb itt kint mutattam, így látszik egy külső szemlélő, de ugyanígy látom én itten a szerkesztő felületen. Tehát itt tudom én létrehozni, szerkeszteni. Na, nem tudom, mi ez a fekete, itt megjelenik mindig. Na, tehát ide, hogyha rákattintok, akkor
bárhova, tudok beírni szöveget, tudok betenni videót, képet, lehet bármi. Azt meg fogom most mindjárt mutatni, hogy hogyan. Tehát ennek a létrehozásával se kell neked fáradozni, ezt, hogyha ugye hozzám regisztráltál, mint mondom. Tehát itt az első, tehát ugye ez a privát videóm kivételével, a többi tájékoztató ugyanúgy megvan. Úgyhogy ezt neked készre én felépítettem. Akkor viszont ugye említettem, hogy a legfontosabb a posztolás. Tehát ugye azért is hívják ezt talán posztolásnak, mert itt vannak a úgynevezett posztok. És hogyha ugye ide jövünk rá, ide a posztokhoz, hát akkor itt ugye a poszt nekem is már ugye elég sok van. Itt van egy poszt, amit ugye hát elkezdtem, de azt még nincs befejezve, nincs cím neki. Tehát itt gyakorlatilag posztot minden nap újat lehet létrehozni, és azt minimum egyszer vagy kétszer ezt a posztot közzé lehet tenni a közösségi oldalakon, Facebookon vagy máshol. Na most, rájöttem egy érdekes dologra, amit neked is javasolok, hogyha posztot akarsz indítani, vagyis csinálni. A posztnál mindig legyen ott valami személyes rólad. Például ugye, most megmutatok egy posztot, amit én például a tegnap kiküldtem, tehát ugye ez a legfrissebb hírek alatt vannak a posztok, ez a hét indító gondolatok. Ugye a tegnap hétfő volt, 9-től volt a reggeli meeting, és akkor hát ugye ezeken a meetingeken azért kapunk ilyen-olyan impulzusokat, és én közvetlen a meeting után bekapcsoltam a webkamerát, és csináltam egy ilyen kis videót. És hát ugye annak a hét indító gondolatok, azt a nevet is adtam ennek, és ide alá is írtam ide, hogy nem tudom neked, hogy szokott indulni a hét, de az enyém nem a szokványos módon. Nézd meg a videóban, hogy miért gondolom ezt így. És akkor rákattint a videóra, és elmondom a videóban. Most megállítom, a videó azzal végződik, hogy most elindítom egy picit. Igen, az már nagyon a vége volt. Hogy nem alszik most a hang, direkt levettem, hogy kattints, hogyha érdekel, szeretnél többet megtudni, akkor nézd meg, hogy mi van még itt lent, nézd meg a többi információt is. És hogy ne kelljen minden posztba mindig berakni ezeket az információkat, akkor most figyelj. Ez egy trükk, amit én most használok. Mielőtt neki kezdenénk, hogy add new, tehát egy új posztot írjunk, visszamegyünk a pages-be, visszamegyünk ide az oldalakra, ugye? Amit említettem, hogy ugye itt szerkesztjük az oldalakat, és megnyitjuk ez a mi is ez oldalt. Tehát itt ugye ez a mi is ez, most itt is megnyitom. És említettem, hogy ugye ez az oldal, vagyis igen, ez egy oldal, ugye ez a mi is ez, tehát egy menü alatti oldal, ez egy értékesítési csatorna, mert ez úgy van direkt felépítve, hogy ugye egy lépésről lépésre annyi információval látod el a látogatót, hogy az előbb-utóbb valamilyen döntést tudjon hozni. És akkor én most azt kezdtem el csinálni, és úgy látom, hogy működik is, hogy ezt az értékesítési csatornát hát minden posztba elhelyezem. Oké? Tehát itt van ez a mi is ez page, és úgy tudom átmásolni egy posztba, tehát nem, hogy itt bejelöljük, és akkor elkezdjük kópizni, hanem itt van egy olyan, itt a vizuál mellett, most ugye a vizuál, tehát így, hogy látjuk, hogy mi van itt, de viszont rámegyünk ide, hogy text. Most itt egy csomó cripscraps jelenik meg. Tehát ez gyakorlatilag ez egy ilyen számítógépes nyelvezet, tehát ez a HTML-en kódok. Most, mivel ez nagyon hosszú és nagyon sok, ezért úgy jelölöm be, hogy CTRL, tehát ugye az egész
itt be lett jelölve, ami minden tartalom, ami ott van az oldalon, és akkor jobbegér gombbal csinálok egy másolást. Oké, és most jövök oda, hogy posztok, all post. Bár egyből mehettem oda volna arra is, hogy add new post, tehát új posztot hozzak létre, ez az add new. Tehát új posztot adunk hozzá most itt az oldalhoz. Tehát most nem számít, hogy milyen posztjai vannak, most egy újat hozok létre. Megnyitom ezt a posztot. Nem lehet látni semmit. De mivel ugye megjegyezte a gép, hogy itt a textet nyomtam meg az előbb, most is a textnél van. De akár ha visszatesszük ide a vizuálra, akkor itt már lehetne írni dolgokat, de most egyelőre azt csinálom, most is a text részre megyek, természetesen nincs semmi, mert ez ugye egy teljesen új poszt, és akkor itt, amit az előbb ugye ott kópiztam, itt az egészet beillesztjük. Hát ugyanazok a cripscrapsok jelennek meg, mint ugye az oldalon, ahonnan az egészet másoltuk. De hát, hogyha rámegyünk a vizuálra, akkor az a nagyszerű ebbe, hogy a teljes tartalmat úgy megszerkesztve, úgy, ahogy van videóstól, színek, betűszínek, feliratkozók, tehát mindent egy az egybe átmásol. Tehát ezzel nekem nem kell semmit csinálni, ez így, ahogy van, jó. Ilyen csak hát ugye az a célom, hogy posztot hozzak létre. Tehát egy új posztot. Ezért a poszt elejére ide, hoppá, nem az egyest akartam írni, na se a négyest, akkor így. Tehát ide én írhatok bármilyen szöveget. Most én ma reggel is csináltam egy kis videót. A ma reggeli meeting után. Nekem most az a célom, hogy azt a kis videót, ami ugye a ma reggeli hát gondolataimat tartalmazza, meg a meeting témájához kapcsolódik, de hát ugye végül is Kairosról szól, de nem említem a Kairos nevet, azt a videót elhelyezem ide. Igen, ám, de az a videó, azt ugye fel kell tölteni a YouTube-ra, és akkor most egyúttal azt is megmutatom, hogy kell videót feltölteni a YouTube-ra. Itt nekem itt el van mentve a YouTube fiók is. Hát akinek Gmail fiókja van, annak YouTube fiókja is van. Az, hogy most hogy kell a YouTube fiókot ott beállítani, vagy aktiválni, azt most nem fogom mutatni. Az amúgy nem nehéz. Azt egy perc alatt, ha valaki kéri, meg tudjuk csinálni. Tehát az a lényeg, nekem itt van ugye egy YouTube fiókom, és akkor egyből itt ugye itt van, hogy feltöltés. De mondjuk megmutatom itt, hogy itt van például a saját csatornáim, hogy nekem hát elég sok videó van ide feltöltve. Itt például itt vannak a videók, lejátszási listák, külön kategorizáltam is a videókat, ilyen listákat csináltam, itt lehet látni, melyik listában hány videó van. Hát ezek olyan, mint egy mappák tulajdonképpen itt, hogy az ember ugye keres valamit, például a reggeli meetingekről vannak, akkor vannak már angol, német nyelvű videók, akkor a 90 napos online tréning, privát videók, amiket ugye én csináltam, akkor passzív jövedelem a számítógépeddel, ez a kalaturól szól. Tehát ilyen trükköket lehet létrehozni a YouTube-on, vagy akár ha valaki a videókra megy, akkor hát itt látja nekem már, hát nem is tudom, vagy 200 körül, vagy több videóm van itt. És itt van nagyon látható helyen az, hogy feltöltés. A ma reggeli videómat fogom most feltölteni, az elég gyorsan megy. Nem egy hosszú videó, egy ilyen 3-4 perces. Azt a videómat én ugye itt ezzel a Zoom rendszerrel csináltam, mint például ezt a videót is a Zoom-mal csinálom. Azt is majd meg fogod tanulni, hogy mi az a Zoom. Itt van napindító gondolatok. Ezt a videót csináltam én ma reggel, és akkor ezt elkezdem feltölteni, mivel egy rövid videó, ezért elég gyorsan feltölti, viszont még egy kis trükk
mint a YouTube-on, ide a leíráshoz írok be valamit, meg a címkék, ugye a címkék ezek a SEO-zás, tehát hogyha ide olyan szavakat kell beírni, amihez ugye kapcsolódik a videó, mert akkor ha valaki rákeres a YouTube-on, például, mit tudom én, csak most mondok egy példát, beírja, hogy online pénzkereset, akkor az én videómat is meg tudja találni. És akkor megnyitok egy dokumentumot, mert itt nekem már elmentettem, például van egy ilyen saját adatok linkek, ez a PowerPoint programba, ilyen adatbázis, tehát hogy nekem mindig mindent ide-oda bepecsölni, vagy bepecsölni, pecsögni, megpecsölni csatár, tehát itt saját adatok, meg konferencia linkek, csomó minden anyag van. És akkor például a Kairosra, itt van SEO-zás a YouTube-ra a Kairosos filmekhez. Tehát a videó leírásához ezt beteszem, keres pénzt a számítógépeddel, kattints ide. Mert hogyha valaki mondjuk a YouTube-on megtalálja nekem ezt a videómat, ugye a YouTube-on el lehet barangolni, csatangolni, annyi videó van, hogy hirtelen úgy elviszik az embert, hogy azt se tudja, hol van. De ha ugye ide talált az én videómra, és tetszett neki, akkor itt a videó alatt fog megjelenni ez a szöveg, hogy keres pénzt a számítógépeddel, kattints ide. És ugye rákattint erre a videóra, akkor vagyis erre a linkre, ugye ez egy link, az én weboldalamnak a linkje, akkor ez elviszi a Kalatú webirodába. És akkor, amit mondtam ide a SEO-záshoz, vagyis ide a címkékhez is be lehet írni, de már összeírogattam szavakat, hogy online marketing, passzív jövedelem, weblapkészítés, tehát ugye, ami tényleg kapcsolódik ehhez, ennek is csináltam egy másolást, akkor ide beillesztem, és akkor ugye itt vannak ezek a szavak, hogyha ezekre rákeresnek, akkor megtalálják. Itt be lehet állítani, hogyha közzéteszem a videót, akkor egyből megoszta a G+-on meg a Twitteren. Hát most egyelőre hagyom így, aki nem akarja, hogy ott megoszta, akkor azokat a pipát onnan ki lehet venni. De most még hagyom egyelőre ezeket. Itt lehet hozzáadni azokhoz a listákhoz, amit említettem, tehát ugye ilyen lejátszási listák. Nekem több is van, ha neked még nincs, akkor itt tudsz új listát létrehozni, elnevezed, és akkor hát például itt van, hogy keres pénzt a számítógépet, de ahhoz csatlakozik, abba is beteszem, passzív jövedelem, online üzletépítés, ezekhez mind kapcsolódik ez a téma, privát filmekhez is, hát egyelőre ebben a négy kategóriába betettem, vagyis négy lejátszási listába. Itt meg ugye megjelenik, hogy milyen kép legyen itt a videónak az elején. Hát mit tudom én, betesszük ezt, hogy legyen egy kis változás, mindjárt fogja cserélni. Igen, tehát akkor jól van, legyen az a kép, és akkor itt van, hogy közzététel. És kész is van. És ebben a pillanatban ugye, megjelent itt egy link. Tehát, hogyha ezt a linket én kimásolom, egyszerűen másolás, visszamegyek ide a gyakorlatúnak a blog szerkesztésébe, és akkor mondtam, hogy ugye itt beraktam én ide ezt az egész hosszú értékesítési csatornát, de ide elé teszem ezt a mai videót. Azt nem is így teszem be, bocsánat. Itt van, hogy Ed Media. Igen. És insert from URL, tehát egy URL linket akarunk berakni. Ezt itt kitöröljük, és berakjuk a YouTube-os linkünket. Várunk egy picit, és akkor itt megjelent az a videó. Itt van az a kép, amit ugye én választottam, hogy azzal jelenjen meg. És akkor insert to post. Na és mindjárt ide is be fog kerülni, be fog töltődni. Na, igen, kis időbe telik, amíg betölti ide a videót, de nem feltöltjük ide, csak a linket helyezzük el, és akkor itt a weboldalunkon fogja tudni a látogató megnézni ezt a kis filmecskét. Na, kicsit lassú a rendszer, de mindjárt magához tér. Igen, na megvan, most már előjött.
Igen, ám, de hát ugye azért valamit írjunk ehhez a videóhoz. Na most, aki még nem tud videót csinálni, ne ijedjen meg. Ugyanezt használhatja, tehát amit mutattam, hogy ezt az értékesítési csatornát bemásolja egy új posztba, és videó helyett mondjuk ír valami szöveget magáról, vagy amit épp ugye aznap, mit tudom én, ha volt egy jó tapasztalatod, hogy megnéztem a webirodámat, most csak mondok ötleteket, ma is több pénz volt benne, mint a tegnap, vagy a tegnap volt egy csatlakozóm. Tehát ilyen jó, közvetlen tapasztalatokat, de ne az, hogy a Kairos a világ legjobb üzlete csatlakoz hozzám. Tehát értitek a menetét, hogy valami olyan érdekességet. Hát én ugye itt a YouTube-on is azt adtam ennek hogy napindító gondolatok a változásról. Tehát annak a... Csak azt próbálom bejelölni, hogy ki tudja másolni, úgyhogy az alsósor... Na, ez nem volt jó. Megint megnyitotta. Ezt bezárjuk. Jó. Tehát ugyanazt a címet adom én ennek az egész posztnak. Tehát tulajdonképpen ugye a poszt, akkor napindító gondolatok a változásról. Akár felkiáltójel. És akkor meg én is írhatok egy kis szöveget ide. Például beírom, hogy a mai reggeli meetingünkön, nézzük a helyesírást is, a változásokról volt szó. Na most, hogyha nem lenne a videóm, akkor írnék egy pár sort, hogy én mit gondolok a változásokról, meg a változtatásokról. De én ezeket a gondolataimat ugye elmondtam a videóban. Azért mondom, hogy ha még valaki nem tud videót készíteni, semmi pánik, akkor többet dolgozik egy kicsit, vagy ha bár lehet, hogy nem is, mert az alatt az idő alatt, ami megcsinálja a videót, akkor megírja a szöveget, de ugye a videó az mindig jobban működik, úgyhogy előbb-utóbb törekedj arra, hogy tanuld meg a videókészítést, segítek, szóljál, meg lesznek videók, oktató videók arról. Tehát a mai reggeli meetingünkön a változásokról volt szó. És akkor például ideírom, hogy nézd meg a lenti videóban, milyen gondolatokat hozott fel bennem. Most csak ezt találtam éppen ki. Oké. Sőt, akkor még jobban felhívom a figyelmét, hogy kattints a videóra. Jó. Ugye ez most látjátok, kisebb szöveg, vagyis kisebb betűk vannak, akkor ezt tudjuk csinálni, ezt bejelöljük, és itt van font size, és akkor a 14-es méretet szoktam én használni, arra tesszük, jobban látható a weboldalon, ki is lehet ezt vastagítani, ki is lehet színezni, ugye én itt a kék színt szeretem, az jól is néz ki, például kék színnel színezem ki ezt a szöveget, itt lehet a színeket megváltoztatni, viszont ez, hogy kattints a videóra, ezt tegyük pirosra. Szúrja ki a szemét is. Kattintson a videóra. És a videó itt is ugyanazzal végződik, hogy mert itt beszélek tényleg a változásokról, életstílusról egy kicsit, és akkor azzal zárom, hát tudj meg többet, nézd meg, hogy mi van a videó alatt, és hát akkor lehet tovább nézni, hogy elsőre azt hittem átver, és ugye itt akkor a Kairosznak a sztoriát kezdi el végig nézegetni. Na, gyakorlatilag majdnem meg is vagyunk, lehetne is publikálni, de még van egy trükk benne. Itt a legeslegolyan, hát most ez ilyen nagyon hosszú, lejöttem ide végig, itt beteszünk képet. Na most azért teszünk ide be képet, mert meg fogjuk osztani a Facebookon, és akkor ez a kép meg fog jelenni. Itt látszik is, hogy Facebook preview. Igen, de milyen képet tegyünk be? Hát, magadról általában. Én egyszerűen fogom ezt a
ezt a képet, vagyis csinálok erről egy képet, és ezt teszem be. Van itt egy ilyen képlopó program, ez a PicPic, PicPic, vagy hogy hívják, mindjárt meglátod. Ezt használom én arra, igen, itt van PicPic, ez a neve, most nem frissítünk, és ezzel le lehet fényképezni egy tartományt a képernyőn, tehát én ugye oda mentem rá, hogy tartomány bejelölése, vagy valami hasonló, mert ez nem is sikerült. Ezt most akkor nincs mentés, hát akkor még egyszer megnyitjuk. Mellé nyomtam, hogy elfordul. Tartomány mentésére kell itt, ahogy ugye megnyílt ez a program, tartomány mentése, és akkor itt ugye lehet látni, itt megjelennek ezek a vonalak, tehát az egyik, tehát a két vonalnak a kereszteződését nél ráhelyezem ugye a kép felső sarkára, és akkor itt nyomok egy balegér gombot, akkor meg onnantól lehúzom, hát amikor a területet én most épp itt ugye le akarok fényképezni, ide az alsó sarkáig. Jó, itt van, csináltam egy fényképet a videóról. És elmentjük ezt a fényképet, ment is másként JPG-ben. Hát, milyen nevet adjunk? Jó, ez a név nem kell, másképp kettős. Az a lényeg, tudjad, hogy hova mentetted el, én a letöltések mappába mentem el. Akkor ment is oda. Á, ilyen nevű már van, akkor valamin át kell nevezzük. Mondjuk én 11, hoppá, nem írt rá. Oda be kell kattintani. Kiterüljük, hogy én, hát lehet, ilyen kép is sok van, legyen 11 nevű kép. Mentés, az nem számít, hogy minek nevezed el a képet, készen vagyunk. Ezt a programot most be lehet zárni. És akkor megint csak visszajövünk ide a kép ernyőnek az aljára, és akkor itt van, hogy upload image. Tehát fel tudjunk tölteni. Hát hogyha ugye itt a média könyvtárban nekem ezek a korábbi képek vannak, akár ezekből is választhatnék egyet, de most akkor direkt megmutattam, hogy hogy kell egy új képet létrehozni. Tehát mivel az nincs itt, amit most hoztam létre, ezért előbb fel kell ide tölteni, de upload file, select file. És említettem, hogy ugye a letöltések mappába tettem bele, itt is van. Duplán rákattintottam gyorsan, mindjárt itt megjelenik. Megjelent, choose, hozzáadás, itt van. És akkor itt a blognak a címe is megjelent, ugye napindító gondolatok a változásokról, de én adok ide egy kis leírást is. Az ugyanazt adom, ami tulajdonképpen, amivel kezdődik ez az egész blog. A mai reggeli meetingünkön a változásról volt szó, nézem lenti videóban, bla bla bla. Ezt másolom. És akkor ide beillesztem. És akkor megjelenik itt a kép alatt. Tehát mondjuk a Facebookon meg fogom osztani, most azt is megmutatom. Akkor ez itt, ez a szöveg, ez a cím, meg ez a szöveg meg fog jelenni. Még egy helyre feltöltjük ezt a képet, ugyanazt a képet ide, ez a set feature image, most nem tudom helyesen, így kell-e kiejteni angolul, de ide azért tesszük fel a képet, mert akkor ez a posztba is megjelenik. Ugyanazt a képet oda berakjuk, ez most ne zavarjon meg, mert ez a zoomos kép, amit jön, ezt le is kapcsolom, hogy ne legyen itt zavaró, tehát ez a kép itt jelent meg. Na, itt is van egy ilyen kategória weboldalon belül, létre lehet hozni, hogy keres pénzt a számítógépeddel. Most készen vagyunk a poszt megírása. Tehát ugye itt van egy elég hosszú poszt, de viszont én csak annyit csináltam, ugye most én leveszem minden a bejelölést, hogy beraktam egy videót, és beírtam ezt a három sort. Ha nincs videód, akkor írsz néhány sort videó helyett, és ugyanúgy, itt van alatta az értékesítési csatorna. És akkor most van az, hogy publish. Most már nyugodtan lehet publikálni. Készen van ez a poszt. Amikor már jól belejöttél, akkor ugye gyorsabban megy. Nekem is sokkal gyorsabban megy ennél. Ugye most azért így nagyon részletesen, szájbarágósan igyekszem elmagyarázni, hogy
tudjátok követni, és meg is tudjátok ugye nézni, meg tudjátok használni. Itt az elmentés megtörtént, és akkor itt van egy olyan itt a cím alatt, hogy View Post. Hát, hogyha erre rámegyek, akkor mindjárt meglátjuk, hogy hogy néz ki ez a poszt egy látogató számára, amikor ugye ezt például megosztjuk a Facebookon, vagy bárhol. Tehát itt meg is jelent, napindító gondolatok a változásról, itt van az a fénykép, ugye, amit a maga a videóról csináltam, és itt már mindjárt megjelenik, itt már maga a videó van, tehát amely a reggeli meetingen, ugye ez a szöveg minden, és hát ugye ez akkor így aztán kapcsolódik a többihez. Tehát itt már látható a többi tartalom. Ki is lehet próbálni, működik-e. Elindítom. Ki is hangosítom. Nem, mint tudhatod így az előző videóból, hogyha a nézeletet. Működik, jó, kész. Na, a poszttal, posztírással és a publikálással meg vagyunk. Már csak egy dolog van, ez most nem kell. Tehát itt ezt az egész oldalt, vagyis az egész posztnak a címét, ugye most itt ez a poszt van itt is van, hogy napindító gondolatok a változáson, az egészet itt másoljuk. És ezt fogjuk publikálni a Facebookon, tehát akkor most bemegyünk a Facebookra. Na, igen, itt van pont a mi Roxink, ugye elsőre. Most nem, nem itt osztjuk meg itt a privát idővonalunkon. Jó, egy perc. Tehát nem itt osztjuk meg az idővonalunkon, hanem bemegyünk az üzleti oldalunkra. Tehát itt vannak, hogy a Facebook használata mint. Tehát itt nekem például nagyon sok ilyen üzleti oldal van, vagy fanpage-nek is nevezik, rajongói oldal, üzleti oldal. Tehát ezek majdnem mind az enyém. Van itt egy 2-3, ami közös, ahol csak adminisztrátor vagyok. De például itt van ez az én ugye Gondolkodj és Gazdagodj Online című fanpage oldalam, amit hát nem rég hoztam létre, kb. 2 hónappal ezelőtt, és hát ugye ide osztok meg minden tartalmat, itt van például a tegnap is, és hát ide ugye lehet hívni lájkolókat, nekem eddig 127-en lájkolják ezt az oldalt, ebből 80 ezen a héten. Akkor most ide beillesztem a weboldalamnak a linkjét, ugye ennek a napindító gondolatoknak a linkjét. Valamikor egyből már egy képet is betesz, de lehet elsőre nem szoktam. Ilyenkor csinálok egy oldal frissítést, oldal újratöltés, hogy most mintha semmi se történt volna, újratölti az oldalt, tehát nem mentette le. Ezért most direkt tesztelem azt, hogy másodszorra, mert van a Facebooknak ilyen trükkje, hogy elsőre nem, de másodszorra bedobod a nekem valamilyen képet. Na, hurrá! Most betette a képet. De tegyük fel, ha másodszorra se tenné be, akkor sincs pánik. Itt hozzá lehet adni. Tehát itt már nekem ugye betette, mondjuk ezt, vagy ha nem jó képet tett volna be, mondjuk egy más képet a posztomról, na, ez mind jelennek meg, akkor mindig tudok változtatni, rámegyek erre a pluszra, és feltöltöm azt a képet, amit szeretnék. Most feltöltöm még egyszer ugyanazt a képet. Nem fog kétszer megjelenni. Tehát ugye megjelent. Tehát annyi, mint az első, mint hogy se lenne. Tehát itt a másodiknál van ez a kis egyes, tehát akkor ez a kép látszik itt. Innen az elejéről, ugye, hova beillesztettük ezt a linket, ezt innen már kitöröljük, hogy ne legyen ott az a csúnya link, és helyébe beilleszthetem ezt a pár sort, amit oda írtam ide az elejére, ugye? Ezt innen kimásolom blog oldalamról, és akkor ezt ide beillesztem.
Nem kellnek ide ilyen közek. Sor közeket kitöröljük. Jó. Oké. Itt a videó alatt is ott az a szöveg, nem baj, kétszer van, az nem számít, és akkor most közzé teszem. Na, itt közzé van téve, és akkor innen megoszthatom. Például meg innen osztom meg a saját idővonalamon. Itt egyből itt az is jön ki, megosztás a saját idővonalon. Nem kell írjak semmit, mert ezt a szöveget automatikusan betette. Itt van közzététel, megosztás. És kész is vagyunk. Meg lehet más helyeken is osztani, hogyha valaki akarja. De ez most egyelőre elég. Hogy azért érdemes az üzleti oldalon oldalra feltenni, mert például itt van a tegnapi videóm, ez 676 embert ért el. Ezt ugye nem látom a privát oldalamon, hogy hány emberhez ért el, viszont itt lehet követni. Osztottam meg itt még csapattársak videóit is, az is 32 embert ért el. Akkor ez egy másik videóm, ezt ugye kevesebbet, 169-et. Akkor innen még ha van több oldalam, nekem ugye van több üzleti oldal, hát még meg lehet több saját oldalamon is osztani. Például itt van megosztás egy általad kezelt oldalon. Válasszuk ki melyiket. Passzív oldalim számítógépet, de ez egy ilyen közös oldal, amit a Vili hozott létre, de én is adminisztrátor vagyok, tehát abba is akkor megosztom. És akkor az ottani látogatók is látják, tehát most megosztom mint én magam, tehát mint Bilibo Kárpát, nem mint az az oldal, hanem én. És akkor küldés, akkor oda is meg lett ez osztva. És hát sokfelé lehet itt megosztani, de vigyázni kell azért, de ezzel sem szabad visszaélni, tehát nem kell itt most kéretlenül fűnek fának megosztogatni. Hát ugye a csoportokkal is vigyázni kell. Csoportokat én is szoktam néha osztani, annyira nem működik, sajnos. De viszont meg lehet osztani egy olyan csoportba, például van itt egy ilyen közös 21 napi blokk kihívás, ugye ez is itt kapcsolódik a Kalatú rendszerhez. Ebbe például meg lehet osztani. Akkor még hol osztjuk meg? Megoszthatjuk itt a... Nem, még milyen oldalai vannak. Hát ugye sejtszintű egészség azon nem osztom meg, mert az asszeáról szól. Van ilyen imádkozunk együtt, ez ilyen ugye spirituális oldal. Rólam például, ez egy ilyen privát oldal, ahol magamról írtam, hát ugye ez rólam szól, az én videóm. Itt például megosztom. Itt is vannak lájkolók, hát hogyha pontot is megnézik, és vagy továbbosztják, vagy rákattintanak, vagy bármi történhet. Itt is benyomunk egy lájkot. Lájkolom, mint én magam is. Na. Ja, és még megosztom, van egy saját csoportom is. Akkor megint csak visszajövünk ide, hogy megosztás egy csoportban. A csoportom neve ugyanaz, mint ez az oldal, tehát gondolkodj és gazdagon online. Ez az én csoportom. Én hoztam létre. Ott is vannak követők, vagy tagok. Ott is megosztom. Na, hát én végeredményben több helyen nem osztom meg. De ha kimegyünk ide, megnézzük a saját idővonalamot, akkor ugye itt is itt van. Tehát itt 3 perce osztottam meg. Na majd innen pedig, aki tetszik, rákattint, lájkolja, megosztja. És aki rákattint, itt jön az érdekesség, hogy megnézze ezt a videómat, hol találja magát. Hát természetesen az oldalamon, és itt fogja tudni megnézni ezt a videócskát, és hát természetesen itt akkor a többi információt is megtalálja a Kalatúról. Na, tehát ennyit a mai technikai videóról. Következőben megmutatom, hogy kell ilyen fanpage oldalt létrehozni, az viszonylag egyszerű, vannak oktató videók a YouTube-on is róla.
meg megmutatom a hírleveleket, hogy hogy kell hírlevelet létrehozni, hírleveleket, hírlevél fiókot nyitni, meg a weboldalt, hogy lehet összekapcsolni a hírlevelekkel. Úgyhogy akkor ennyit mára. Megszüntetem a megosztást, úgyhogy akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!